Sziasztok! Na, elkezdjük ezt a vlogot. Hogyha egy kicsit konfúzok vagytok, hogyha egy kicsit össze vagytok zavarodva, akkor nézzétek meg az előző videót, mert abban mindent elmagyaráztam, de most elindítom ezt a vlogot, ugyanis mindjárt indulunk, készen állunk az utazásra, megyünk Budapestre, bepakoltunk mindent, most csináltam egy MyProtein unboxingot egy decemberi videóba. Felöltöttem ezt a szettet, eredetileg nem ebben akartam menni, hanem csiniben, de ahogy felvettem, rájöttem, hogy nem vagyok hajlandó levenni, mert annyira puha. Úgyhogy ennyi, bepakoltam már minden. Még anya is pakoláztik itt magának, nagyon szép rendet vágott a lakásban, ez csak az ő érdeme, mert gyönyörű rend van, itt van a fa. Hú, gyerekek, most készül a reggeli. Virslit fogunk enni, egy kis burgonya salátával, itt van már a smoothie, cékla, gyerekek. Nem izgulok. Tegnap voltunk vásárolni, majd ha felértünk Pestre, akkor megmutatom, hogy miket vettünk. Vettünk egy csomó szuccot, de tényleg nagyon sok mindent. Kaját, ugye, nyilván, amiket viszünk egy hétre, csak hogy ne kelljen megmozdulni. Aztán itt van, amit összepakoltam. Itt van a kis terhes párnám, ami majd nagyon jó lesz a hátamnak a műtét után. Itt van ez az új kis pulóverem. Ezt anyától kaptam, tegnap az Osamban vettük. Nagyon-nagyon szuper puha. És ugye cipzáros nyilván, hát rájöttem, hogy nincs itthon egy darab cipzáros pulcsim sem, azon a szürkén kívül, amit vettem, abban meg nem akarok egy hétig rohadni, úgyhogy azért kaptam ezt, mert látjátok, ami rajtam van, ez is, tehát a MyProtein-től csak ilyen sima húdikat szoktam rendelni, nem pulcsikat, úgyhogy ennek nagyon örültem. Aztán vettem még egy ilyen kis inget, tök jó anyaga van, arra gondoltam, hogy ez lesz majd a pizsamám, és vettem hozzá egy nadrágot is, ami meg itt van, ez az. Hát nem teljesen egyforma, de kit érdekel, csak aludni fogok majd benne. Itt van még a szürke melegítő, ugye ebbe fogok menni majd magára a műtétre szerda reggel. Meg még anyát megkértem, mert otthon felejtettem a múltkor ezt az óriási nagy szürke pólómat, ezt elhoztam, meg apának ez a zöld pólója, ez a kedvencem, ha otthon vagyok, mindig ebben szoktam aludni. Ezek ilyen óriási dupla, tripla XL-es kis pólók, úgyhogy ezt majd biztos magamra tudom rángatni. Aztán még itt összedőlve, itt van az összes kis vitaminom, meg mindenféle essential dolog. Most jött meg a kollagén vitaminom a MyProtein-től, ezek ugye gumicuki vitaminok, kedvenceim. Van itt almaecet, multivitamin gumicuki, itt van ez a hajbőr köröm gumicuki. Aztán van itt egy random C-vitamin, mert azt elfejtettem rendelni a MyProtein-től, úgyhogy ezt vettem az Aldi-ban tegnap. Itt van a kis hajgumik, meg az új Impact csoki, majd kipróbálom, ez probiotikum, protexin. És még valahol van vitaminom, amit elfejtettem elrakni, mert elfogyott az előző. Itt van ez a gut gummies, ugye ez is probiotikumos. D-vitaminom elfogyott, de anyának van, magnézium is elfogyott, de az is van anyának. Mind elrakom, meg itt van a vas és folsav, ezt is viszem, mert műtét után biztos, hogy jól fog jönni egy kis vas a szervezetemnek, úgyhogy szépen ezeket elpakoltam, és igazából ennyi, más nem is viszek. Még itt ez alatt itt van a kis nyakpárnám, beraktam egy fekete zsacskóba. Itt van a neszeszerem, ebbe hát elraktam mindenféle ilyen borotva, krémek, tudjátok, ez a szokásos dolgok. Egy kis nedves popsi törlőkendő fürödni majd. Illetve bugyizokni. Na, és akkor ennyi lesz a bőrön, semmi más nem viszek, mert igazából úgyse fogok kimozdulni nagyon valószínűleg. Aztán itt van a másik kis táskám. Elég nehéz amúgy, baszki. Ebbe pakoltam be szépen, amit viszek majd a klinikára. Hát ez a köntösömtől ilyen óriási nagy egyébként ez a táska. Raktam el még egy-két ilyen necessary dolgot. Van itt ilyen arctisztító kendő, ez itt egy fertőtlenítő, készfertőtlenítő. Aztán van még itt, ezt nézzétek, ezt már mutattam szerintem, de vettem egy ilyen antibakteriális nedves törlőkendőt kézre és testre, úgyhogy ez nagyon szuper lesz, az eurósban találtam, Eco Family-ben, fogkefém még itt van, fogkrém, bugyizokni, és ennyi. Szemüvegem, aztán raktam még el egy ilyen ginger shotot, nem tudom, hogy majd meg tudom ezt inni a műtét után, vagy milyen hangulatban leszek, de ezt mindenképpen el akartam vinni, illetve viszek egy Gatorade-et, ezt minden amerikainál látom, hogy isszák a műtét után, hát ugye ez ilyen izotóniás ital, szerintem biztos, hogy fog majd segíteni egy kicsit, úgyhogy ezt elrakom, illetve tudjuk, hogy nagyon hátfájós vagyok, úgyhogy azért akarok minél több magnéziumot bevinni a szervezetembe. Itt van kis vitamin ital,
ezt meg az Osamban vettem. B és D vitamin, illetve magnézium és cink van benne. Reméljük segítenek majd a felépülésben. Aztán mit raktam még el? Még itt van egy kis bombon, majd amit viszek az asszisztensnek, meg a dokinak, ha lesz kedvem odaadni. Egy zsepi, mert folyik állandóan az orrom, és itt van a könyv, ugye, amit olvasok, a Grace Beverly-nek a Working Hard, Hardly Working könyvben. Nem tudom, hogy lesz-e energiám olvasni, de ugye egy napot bent leszek, úgyhogy majd el kell ütnöm az időt, laptopot nem akarok vinni nyilván. És itt van a pénz, gyerekek. Ez nagyon durva, ez a boríték, nagyon vastag. 20-asok vannak benne, ugye mindent egy összegben fizetek ki, úgyhogy ezt is szépen magammal viszem. És ennyi! Gyerekek, már csak a laptopomat kell elraknom egy 8. táskába, mert nincs még elég cuccunk. Délben indulunk Budapestre, most van 4:12, úgyhogy készülődünk. És mindjárt műtét, gyerekek! Holnap ilyenkor már túl leszek rajta elvileg, mert 4:12, hétre, fél hétre kell mennem. Na, nyúlás! Na, megjöttünk a lakásba. Beszéltem a Pestre költözés terveimről, ugye majd így a jövőbeni tervekről, hát hogy itt nem lehet parkolni, hát de nem hiszem el. Jó, mondjuk az első kerületben vagyok, de hát akkor is, na mindegy. Megjöttünk. Jézusom. Itt van a kis lakás. Ezt béreltem ki az Airbnb-n, Fényeselek utcában található. Nagyon szép, nagyon kis vagány, kis konyha, majd Tanya tud magának főzőcskézni. Jó nagy hűtő. Van itt valami kis pálesz, amit nem iszunk meg nyilván, mert hát surgery, you know. Itt a fürdőszoba, csodálatos. Itt van a szoba, de kis cuki. Jó magas az ágy, könnyű lesz belőle kiszállni. Van kis íróasztal, de jó, és itt is tudok majd ülni és nézni a nagy tévét, mert nem is szoktam tévézni, de nem baj. Fú, gyerekek, hát ez csodálatos, ez pont tökéletes, nem, anyukám? Na, most már csak ki kell találnom, hogy hova parkoljak, mert ahova most megálltam, az teljesen konkrétan 350 forint óránként. Ki akartam vinni a reptére, de ezt a pesti forgalmat elnézve nem biztos, hogy lesz kedvem, mindegy, meglátjuk. Úgyhogy ezt mindjárt kitalálom. Kedves hölgy hagyott itt nekünk egy kis csokoládot. Persze, igen, hogy bekapok egyet, mert a kedvencem a sokobonz, gyerekek. Mm. Van négy gyertya is. Most mennyi az idő, anya? 5 óra körül van. Még mindig nincs bennem az izgulás maga a műtét miatt, még mindig csak így, inkább ez a parkolás stressz van rajtam, tudjátok, meg éhes vagyok, úgyhogy most már enni fogunk valamit. Holnap fél hétre kell mennem a klinikára. Ja igen, tehát hogyha véletlen nem láttátok volna az előző videót, abban meséltem el, hogy plasztikai műtétre készülök. Holnap lesz, szerdán, december 8-án, és hát flat chested vagyok, úgyhogy cici műtétem lesz. Most már tényleg itt vagyunk cél egyenesben, hát ez körülbelül ilyen 16 éves korom óta szeretném, és úgy komolyabban ilyen 3-4 éve gondolkodom rajta, és most itt vagyunk, úgyhogy igen, hogyha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor mindenképpen nézzétek meg az előző videót, de most már tényleg csak át akarom magam adni a várakozásnak, meg le akarok egy kicsit nyugodni, hogy végre elkezdhessek úgy hivatalosan izgulni maga a műtét miatt, bár nem izgulok egyáltalán abból a szempontból, hogy olyan régóta akarom, meg olyan régóta várom, hogy nem is félek tőle, lehet, hogy majd holnap be leszek egy kicsit fosva, de nem félek tőle, úgy akarok felkelni, hogy végre az áhított külső néz vissza a tükörbe, nyilván nem így fogok felkelni, mert kell egy jó 6-7 vagy akár egy év, mire ez tényleg rendesen be fog állni, de attól függetlenül értitek, mire gondolok, szóval igen, na mindegy. Úgyhogy most kajálunk valamit, úgyhogy, ja, hát szurkoljatok, remélem, hogy jól fog sikerülni. Hát nyilván, hogyha ezt a videót látjátok, akkor jól sikerült. Próbálok jó sok vizet meginni, mert egyébként is sok vizet iszom, de műtét előtt azt mondják, hogy mindenképpen érdemes jó sok vizet inni, ugye sokkal jobban tisztul a szervezet, meg könnyebb lesz neki túlesni a műtéten, meg úgy maga a felépülés is egyszerűbb, hogyha több vizet iszol, ugye szállítja ki szépen a méreganyagokat a szervezetből, illetve próbáltam egészségesen étkezni az utóbbi hetekben, jó sok vitamint szedtem, meg probiotikumot, meg ilyesmik, meg egyébként kérdezitek, azt hallottam, az egyik ilyen
videó, amit megnéztem, hogy aki tengeri betegségre hajlamos, az általában ki szokta dobni a tacsot az altatás után. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz, mert én nekem idén derült ki, hogy tengeri beteg vagyok, ugye, amikor voltunk Szardínián anyával egy jó kis hajótúrán, hát majd szétokáltam magam konkrétan. Szerencsére nem történt probléma, de végig ez az undorító, ilyen hányingeres fejfájás, tudjátok, meg ugye hát motion sickness az autóban is, amikor hátsó ülésen ültem gyerekkoromban, akkor mindig rosszul voltam. Na, úgyhogy megtettem igazából minden tőlem telhetőt, hogy felkészüljek erre a műtétre. Most már tényleg csak aludni kell egyet, reggel időben felkelni, átsétálni, aztán már túl is leszek rajta, úgyhogy nem tudom, mennyit fogok ma még vlogolni, de majd még utána nyilván lesz sok-sok helyzetjelentés, meg ebbe a videóban mindenképpen bele akarom rakni a felépülést is, csak hogy lássátok, hogy milyen, mert hát én is több ezer ilyen videót megnéztem szerintem a YouTube-on, erre voltam én is leginkább kíváncsi, hogy milyen maga az élmény, úgyhogy ezért gondoltam arra, hogy csinálok nektek én is egy videósorozatot, ha már tényleg megosztom az életemet veletek, akkor lássátok ezt is, meg hát nyilván rengetegen csináltatnak ilyen műtétet, úgyhogy aki erre készül, az általában szeret utána nézni, most nem azt mondom, hogy én egy hiteles forrás vagyok, csak tudjátok, tapasztalat meg az ember mégiscsak látja, hogy milyen egy ilyet végigélni, vagy hogy mondjam, megélni. Úgyhogy ha nem vagytok kíváncsiak erre az egész procedúrára, akkor még most kattintsatok el a videótól, és nézzétek meg a decemberi tartalmakat. De következő videóban már mindenképpen visszatérünk a jelenbe, és további normális, megszokott vlogokkal foglak titeket szórakoztatni, de hát nyilván mindenképpen akartam egy ilyet is csinálni az elmondottak miatt, meg azért is, mert hát ezt nem tudom eltitkolni, tehát azért gyerekek, most ebben a pulcsiban nem látszik, hogy mi a helyzet, mert ez egy jó nagy pulcs, de én általában mindig ilyen formfitting cuccokban vagyok, amik ugye ilyen jó kis feszesek, tehát abszolút látszik, hogy nincsen cicim, főleg azért, mert egyáltalán nem hordok semmilyen pusápos vagy betétes melltartót, csak egyszerű braletteket, úgyhogy nyilván nem tudom ezt eltitkolni előletek, és egyszerűbb volt megosztani. De mindegy, befejezem a pofázást, koncentrálok magamra, hamarosan találkozunk. Cheers! Figyeljetek! Rengeteg kaját bevásároltunk erre a hétre, csak azért, hogy majd ne anyának kelljen teljesen egyedül elmenni bevásárolni, meg ugye nincs is kocsi, meg mit tudom én, úgyhogy vettünk egy-két konzervet. Legyen opció, az a lényeg, mert ugye ki tudja majd mit akarok enni, értitek utána. És hogyha nem fogy el, akkor csak hazavisszük, aztán ennyi. Vettem egy ilyet az Osamban. Ez ilyen görög joghurtos csirkemell, zöldséges bulgurral. Ez egy fit full, ez nagyon egészséges. Nincsen benne semmi tartósítószer, színezék, itt vannak az összetevők, tök szuper, úgyhogy ez egy nagyon jó alternatíva, és azt álltam ki, hogy most ezt fogom szépen megenni. Hát vannak itt ilyen random dolgok is, viszont ez még egy szuper kis dolog. Ezt is az Aldiban találtuk, ilyen kis egytál étel, amit csak meg kell mikrózni. Van rizs, ahhoz vettünk egy kis curry sauce, ginger shot, meg hát nyilván egy kis finomság is. Úgyhogy anya már szépen ide kipakolt. Itt van a hűtő, ugye itt vannak a kis egészséges smoothie-k, amiből majd még szerintem egyet meg fogok inni lefekvés előtt. Van egy-két hűtős cuccis avokádó, tortilla, meg kenyér, hummusz, ilyenek, kis mogyivaj, de hát nyilván vettem chipseket is, kedvenceim, hoztam egy kis májproteines sütit, meg fehérje szeleteket, illetve reggelire vettem rizskását. Van itt még egy kis ropogtatnivaló, aztán ennyi. És lekopogom, de úgy tűnik, hogy teljesen pontosan a műtét napjára gyógyultam meg. Ugye beteg voltam múlt héten. De most már jól érzem magam, most már tényleg csak egy nagyon picit fújom az orromat, és ennyi. Úgyhogy nagyon várom. Nézzük meg, terhes párnámat. Már nagyon kíváncsi vagyok. Az hűtársam lesz az elkövetkezendő 3 hónapban. Ez elég szomorú. Szomorú párna, de nem baj, jó lesz gyerekek. Nagy hasonlalvó vagyok az a helyzet. Aztán itt a nyakpárna. Nagyon jó. Most megyek, lemosom a sminkemet, megmosom a fogamat, alszok egy óriásit, méghozzá apa pólójában, adja majd az energiát, hű, de jó lesz. Megfröttem.
Anya csinált vacsorát, nézzétek. Kis pirítós, avokádó. Már nem kenhetek semmit magamra, sem izzadásgátlót, sem pedig semmiféle krémet. Úgyhogy így is teszek. Még reggel, ha felkeltem, majd gyorsan megmosakszom még egy picikét. De egyébként sima tusfürdővel fürödtem, megborotválkoztam, és még ezzel gyorsan átmostam magam. Csak azért, mert az a tusfürdő, amit használok, annyira krémes. Úgyhogy gondoltam, egy kicsit átmosom magam, ez ilyen antibakteriális szappan. És hát itt vagyok, itt van a before, hát ugye, hogy ott az ottan lipi-lapi, gyerekek, utolsó estém így. Holnap már nem így fogok kinézni, gyerekek, nem hiszem el. Good morning, anya fonja a hajamat, készülődünk, már szedbe vagyok, duplazokni, mert hideg van ott kint, mínusz 4 fok, befonja a hajam, aztán indulás. Indulás. Megjöttünk. Game time. Még mindig nem izgulok, úgyhogy see you on the other side. Megérkeztünk. A gyerekek, kész vagyok. Most van 12:30. 8-kor volt a műtétem, elég hamar vége is lett. Itt a szitkom. Óriási lett. Fú, fáj, mint a picsa amúgy. Én most én nem merek mozogni, meg ott van a vizem valahol. És nem érem el. Ú, tök jó lesz. Most kaptam valami fájdalomcseppet egy órája. Nem, videózok, csak tessék. Most kaptam egy kis innivalót. Nem tudom eldönteni, hogy fáj, vagy egy nyom. Itt is fáj, felül, alul, ahol vágták. De tök jó lesz. Felülről nagyon jól néz ki, most még nyilván nem ez a végleges formája, mert csak be van ide nyomva. De nagyon várom. Na jó, alszok egyet, aztán holnap 10 órakor mehetek haza. Négy óra van. Fú, gyerekek, ez kegyetlen. Kaptam katafámot, de semmit nem ér. De jó lesz. Cik. Jó, ez így cuki. Jó reggelt. Most van 7 óra, kaptam reggelit. Ennyire vest. Sok itt kérek. Kussáljál be. Milyen? Mindenki? Adj vizet! Én nem tudsz inni. Most adj proteint. Vagy izotóniás italt. Meg adj még egy kocka csokit, ha már ott tartottunk. Ez kurva jó. Ki vagyok szolgálva. Nálod? Esik a hó. Oh my god! Vigyázz, jövök! Esik a hó, oda nézzetek. Nézik a cibbankba a csöcsömet. Na figyeljetek, jövök a tükörbe. Na szevasztok! Hát én nem tudom, ezek az amerikaiak, ezek hogy csinálnak mindent már az első nap, de gyerekek, ez még mindig fáj. Milyen nap van, anya? Ez is hány óra? Sütörtök, 2 óra. Hú. Most már több mint egy naposak a cicieim, nagyon durva. Ma 4:11-kor engedtek ki klinikáról. Most még nagyon-nagyon meg vannak dagadva, meg fel vannak püfedve. De nagyon szépek. Szépek lesznek, gyerekek. Hát ez egy kemény dolog, na, az a helyzet. Alig kapok levegőt. Tökéletes lesz, nagyon fog menni a alakomhoz, gyerekek. Most is nagyon tetszik egyébként. Itt van megcsinálva a recovery szoba. Ott pihengetek magamnak. Szóval van, cicim. Szóval, ha látjátok, ez tök jó ez a fény, mert itt látszik, hogy mennyire meg van itt duzzadva, ugye az izom, ahol fel lett vágva. Most össze van ugorva, mint az állat. De majd ez le fog apadni, és akkor tök jó fog kinézni. Ez a rész sem lesz itt ilyen tölcsér alakú, majd vissza fog menni. Na de még nehéz levegőt venni az a helyzet. Mármint ilyen mély levegőt, mert azért nyilván ott van valami idegen dolog. Na de úgy volt, hogy bementem reggel 8-kor, én voltam az első, akit műtöttek szerdán. Alá kellett írnom egy-két papírt, ki kellett töltenem.
küldtem egy-két papírt az anesteziológusnak is, és akkor bejött a doki, először bevittek a szobámba, ott le kellett zuhanyoznom, úgyhogy nyilván nem vittem se törölköző, se tusfürdőt, de nem baj, adtak, de azért kellett volna vinni amúgy, de mindegy. Aztán megnézték az összes papíromat, jött az anesteziológus, és feltette egy-két kérdést, ráálltam a mérlegre, mert nem tudtam pontosan hány kiló vagyok, és 70 kiló voltam. Aztán 70 kiló voltam, anya. Kemény. Aztán utána berajzolgatott a doki, még itt ugye látszanak a kis... Ó, leesett a szemüvegem, anya! Segítség! Segítség! Sertinteni lehet? Most leesett, szegény. Mondom, mit olvasol, te villanyórát? Meg is törzsögeted, ha már lejelsz. Persze. Nagyon élvezi. Mivel? Szóval berajzolt utána a doki. Megint újra megbeszéltük, hogy akkor mekkora állt ez be. Ugye 500 köbcent is lett. Aztán az egy jó tipp, hogy ha ti is ilyen hányosak vagytok, mondjátok mindenképpen az anesteziológusnak, mert ő elvileg adott nekem valami extra gyógyszert, amitől végül is nem hánytam. Szóval tök jó voltam, ez most már ugye eltelt 24 óra, még mindig nincs, nem voltam rosszul, lekopogom. Úgyhogy ez tök szuper. Aztán képzeljétek el, hogy feljött egy műtős fiú. Ugye fel kellett vennem egy ilyen kis átlátszó köpenyt, én bugyi az rajtam maradhatott, mert ugye felülműtöttek. Kaptam egy ilyen combfix harisnyát, és lesétáltam a műtős fiúval a műtőbe. Ami elég bizarr élmény volt, mert egy-két videóban én ezt már láttam, hogy úgy sétálnak le, de gondoltam, itt nem úgy van, de úgy volt. Úgyhogy lesétáltam a fiúval, szépen beálltunk a liftbe, próbált engem szórakoztatni, bár abszolút nem izgultam. Megmondom őszintén, kurva nem fogtam föl reggel 8 órakor, hogy mi történik. Aztán lementünk, mondták, hogy vegyem le a kis köpenyt, feküdjek fel az asztalra. Már egyből le is kezdtek lekötözni ott helyben. Nagyon gyorsan történtek a dolgok, gyerekek, de tényleg, aki egy kicsit ilyen félős, ez biztos, hogy megijed ezektől, de igazából olyan hamar történt, hogy nem volt időm megijedni. Szóval elkezdték lekötözni a kezeimet, lábamat, rám raktak valami hideg vigyót, beszúrták ide a branűt, és csak annyit mondtak, hogy na most már szép dolgokra kell gondolni, és beengedte az anesteziológus az altatószer. Éreztem, ahogy itt, ahogy bejön a branűnön keresztül, végigment a felkarom, és utána a torkomon éreztem, és már el is aludtam, kész. Ennyi volt. És akkor visszamentem a szobába, amúgy a szobatársam egy nagyon-nagyon cuki lány volt, az Enikőn, aki hasplasztikája volt. Nagyon-nagyon aranyos volt, még el is hoztak engem ide lakásba utána. Nagyon jól elszórakoztattuk egymást, meg elbeszélgettünk, meg tényleg tök jó volt. És ő mondta, már ott volt hétfő óta, ő mondta nekem, hogy amikor bevittek, akkor egy ilyen kis napozó ágyszerűn vittek vissza a szobába, és akkor a műtős fiú mondta nekem, hogy kapaszkodjak a nyakába, és állítólag én belekapaszkodtam, semmi nem emlékszem ebből. És utána rémlik, hogy megkérdeztem a dokit, hogy elvitte a csokit, amit vittem nekik. Neki meg az asszisztensnek, hogy ott van a táskámban, de aztán nem emlékszem semmi más, és akkor utána aludtam még egyet, és akkor úgy szépen kezdett kitisztulni a kép már egy, szerintem rá egy órára. Akkor már küldtem anyának valami üzenetet, hogy fölhívtalak anya, már nem is tudom. Ja, aztán egyre jobban tértem magamhoz, először csak üzenetet írtam, de elég gyenguska voltam, és már az elején is kurvára fájt. Ahogy benn vannak a dréncsövek, azok itt vannak benn, itt oldal, és ahogy azok benn vannak, azok egy ilyen vákumot képeznek, és ezért az alja annyira fájt, olyan nagyon szar érzés volt, ilyen szúró, feszítő, tényleg ilyen vákumos, ilyen nagyon fájdalmas érzés volt. Én nem vagyok egy ilyen rinyálós, de most nagyon rinyáltam. Aztán itt fölül is fáj, ugye, hogy az izom próbál magának itt összehúzódni. Tegnap napközben, hogy milyen nap van ma? Ugye a szerdán volt a műtét, szóval szerdán így délután nagyon fájt. Akkor kértem gyógyszert, kaptam izomlazítót este, fájdogált magának, nem mertem kimenni pisilni, és mondjuk nem is volt inger, mert ugye olyan sokáig nem iszol utána, meg előtte se, hogy amikor elkezdesz szépen lassan iszogatni, akkor ezt mind felszívja a szervezetet. Tehát nem is kellett pisilnem, most is talán kétszer mentem még csak el, pedig azért iszok rendesen. És az este azt szerintem az izomlazító miatt az nem volt olyan vészes, úgyhogy végig tudtam aludni. Kétszer keltem fel, egyszer ilyen fél kettő fele, egyszer meg fél öt fele. Fél ötkor bevettem egy gyógyszert, hogy reggelre ne fájjon. Aztán ilyen 6-7 óra fele már keltünk, jött a nővérke, hozta a reggelit, kaptam kis szendvicset, kaptam győri édeskekszet. Úgyhogy ennyi, ez az első nap. Egyébként tök jó élmény attól féltenő, hogy ennyire fáj, mert hát felkelni úgy, hogy van cicim. Ezután a 10x év után, ameddig ugye nem volt, ezért ez tök jó érzés. Aztán ma ugye 10 óráig, 10 órakor engedtek el minket, és ilyen fél tíz fele jött a doki, és akkor kiszedte belőlem ezt a szart, ezt a csövet mind a két oldalról. Na, az egy kis megkönnyebbülés volt, és akkor újra ragasztották itt a
tapaszokat, és kinyitotta a melltartót ugye nyilván közben. Úgyhogy láthattam, hogy hogy néznek ki. És most még nagyon durvák, tényleg még szerintem duplára vannak dagadva, de így is nagyon jól néz ki, úgyhogy alig várom. Na, ennyi az első napi bejelentkezés, most megyek vissza pihenni. Igazából aludgatok magamnak ilyen pár órákat, és akkor addig se érzem a fájdalmat. Ah, mert amúgy fáj, főleg itt alul. Na, holnap folyt köv. Na, sziasztok! Péntek van, második nap. Már nem szenvedek annyira, mint tegnap. Ez itt még mindig nagyon fáj. Ilyen izomláz, meg ilyen szurkálós fájdalom érzése van, de gyerekek, ez marha jól néz ki. És mi milyen jól fog. Oh my god. Csak alszok, fekszek egész nap. Vicca-cica kiszolgál. Itt a szolgáló lány. WC-re el tudok menni, de nekem szerencsére nincsen semmilyen emésztési problémám ezektől a gyógyszerektől, de annyi, hogy attól függetlenül is, hogyha jól érzitek magatokat, mert nem fújottok föl. Mindenképpen szedjetek egy pici ilyen székletlazítót, mert igen, tehát az erőlködéstől fájni fog egy kicsit, tehát így szurkálós. Úgyhogy inkább ne erőlködjetek, értitek? Na hát most nem tudom szebben mondani. Csinált nekem az anyukám megint reggelit. Szolgáló lány, szénhidrát csökkentett pirítós kenyér, avokádó, szalámi, és itt a kis céklalé, amit vettünk az Osamban. Remélem egészséges leszek tőle. Na, úgyhogy tök szuper. Tegnap még nem akartam ezzel szórakozni, de ma már meg fogom kérni az anyukámat, hogy zuhanyoztasson le egy kicsit. Az alsó felet le lehet zuhanyoztatni, felül ugye cicamosdás van, de törölgetem a kis hónomaját ilyen Popeye, Popeye nedves törlőkedővel, úgyhogy ez tök jó. Most már levegőt is kapok, még nem tudok óriási nagy levegőket venni, de már azért jobb. Úgyhogy minden nap egyre jobb lesz, remélem. És akkor hosszabbítottam egy napot az Airbnb-n, mert csütörtökön kell visszamennem az első kontrollra, úgyhogy addig szépen itt fogunk pihenni ebben az Airbnb-ben, mert én aztán belemülök kocsiba. Így is tök szar volt hazajönni, úgy fájt. Hú, pedig csak 3 perces autóút volt, de mindegy. Ez remélem jobb lesz lassan, mert ez nagyon fáj. Ja, de egyébként, ami érdekes, hogy én érzek itt mindent, és mindenhol csomó helyen azt olvastam, hogy nagyon sok mindenki elveszti az érzékét a bimbiben. Nekem megmaradt, úgyhogy tök jó. De gyerekek, nagyon boldog vagyok, nagyon tetszik. Pontosan olyan, amilyet elképzeltem, legalábbis még ebben az állapotban, aztán remélem, hogy végeredmény is olyan lesz, de nagyon örülök, fú, nagyon, nagyon megéri a szenvedés, esküszöm. Fú, de jó, 16 éves korom óta erre vágytam, gyerekek. Na, megeszem a reggelimet, aztán pihenek még, és majd holnap bejelentkezem. Day 3. Ez a harmadik nap, vagy hányadik nap, anya? Mi? Ötödik már te. Szerdán műzsöttek, csütörtök, péntek, szombat, harmadik nap, szombat van. Szóval végül is harmadik nap, de szerdán műzsöttek, úgyhogy ha úgy veszük, akkor negyedik nap, igaz? Mert szerda, csütörtök, péntek, szombat, igen, ha úgy veszük, negyedik nap, mert szerda reggel korán műzsöttek. Most éppen fürdök, eddig ezzel törölgettem magamat, de aztán eszembe jutott, hogy hát vettem egy ilyen antibakteriális törlőkendőt, és ez marha jó, mert ez elveszi a... Hát elveszi ezt itt, ezt a... Tudjátok, szagot. És ettől olyan tiszta érzésem van, úgyhogy ezzel törölgetjük a kis hátamat, meg fölül is megtörölköztem vele. A kis hátamat? Óriási nagy hátamat. Mindenhol itt is egy kicsit benyúltam, és megtörölgettem, mert nem lehet levenni a melltartót, ugye 3 hétig egyáltalán, csak a doki veszi majd le, amikor megyek konzultáció, vagy mi az kontrollra. De amúgy nekem ez olyan ijesztő, hogy most 3 hétig kajak nem vettem le. De egyébként ez tényleg marha jó, ilyet mindenképpen vegyetek. Aztán most ilyen nagyon óvatosan megpróbálom magamat bekenni. Mert már ez tűretetlen ez az állapot, eddig nem mertem magam bekenni, de most már merem, most már kemény vagyok. Mit csinálnál a hajammal most a helyedben? Szerintem így a legjobb. Így úgy nézek ki, mint egy szerencsétlen Mikulás. Figyeljetek, anya készül a boltba, ugyanígy, csak újra tervezés. Ez nagyon jó ez a májpetelyes gumi, mert kényelmes a haj. Nem, semmiképpen ne fésüld meg, légy szíves. Ennyi. Itt fájdogál még amúgy a bal oldalon. Itt ilyen kis tűszúrásokat szoktam érezni, de amúgy a többi része nem fáj egyébként ilyen... Nyomást érzek, most már tudok rendesen beszélni. Hát óriási nagy levegőt még nem tudok venni, meg köhögni se olyan nagyon jó érzés. De azért már nem olyan vészes, mint az első nap. Most már azért magasabbra tudom emelni a kezemet, meg tudok ilyen robotmozgásban mindent csinálni. Úgyhogy tök jó, gyerekek. Most már egyedül le tudom húzni a WC-t.
hátra tudok nyúlni, tehát ez egy nagyon komoly dolog egyébként, az első nap az nagyon nehéz. Igazából nem szabadna hátra nyúlni, de én egy kicsit így kifordultam, és így tök jó. Kikelni az ágyból még nem tudok egyedül, még anya még segít, mert ugye ahogy jönnél fel, nekem nagyon sajog ez a bal cici, de úgy tök jó, egész nap így fogdozom, meg tapogatom, meg már egyre lejjebb apad, most már egész jó itt a tetején, de hát nyilván nagyon kemény még, tehát ez még egy darabig jó kemény lesz. És tök érdekes, mert úgy mászkálunk, mint hogyha tartanom kéne. A bal kezem az tök jó, az nagyon, nem, ez a jobb kezem. A jobb kezem az tök erős, már ezt fel is tudom így emelni, viszont a bal kezem sem erős, meg akármit csinálok, érzem, hogy itt alul feszül, és nem akarom, hogy akár elszakadjon a varrat, vagy bármi ilyesmi történjen. De tök jó már, amúgy egész sok minden megy, most megmostam a fogamat, nagyon óvatosan, de megmostam. Ugye bekenem az arcomat egy kis krémmel, azt is megmostam. Alulról meg hát ugye anya segített megfürödni. Úgyhogy ja, tudom, hogy én is az összes ilyen videóban mindig a ciciket akartam látni. Hát egyelőre így néznek ki. Én nem merem levenni, egy csomóan leveszik a melltartót amúgy, de mivel Doki azt mondta, hogy nem vehetem le, nem merem. De úgy nagyon szépek. Szépek lesznek. Most már nem olyan nagyon tölcsér alakú. Még mindig egy picit így, ugye errefele meg van duzzadva. Látjátok? Így. Uff. Gyerekek. Micsoda journey-n megyünk itt keresztül. Közösen a YouTube-on. Most még nagyon előrefele dőlök. Meg nem tudom magamat tartani, tehát azért az elég kemény, hogy nézzétek a vállamat, nekem mindig is kihúzva szokott lenni a vállam, de ugye mivel a mellizom gyógyul, azért ez folyamatosan húzza előre, úgyhogy elég nehéz nem így előre dőlve állni, de mindenképpen próbálkozom vele, csak hogy nehogy rosszul maradjak, utána tudjátok. Mindenképpen megyek vissza majd edzeni, utána tök jó lesz. Na, és én nem akartam óriási nagyot, én tényleg egy ilyen normál méretet akartam, ami illik az alakomhoz, ami így kiegészíti ezt az óriási nagy vállamat, meg ugye a combomat, seggemet, és ez szerintem pont jó lesz, nagyon tetszik, tényleg tök jó, hogy a Doki azt mondta, hogy legyen 500-as, mert nagyon megijedtem attól, hogy mondom, úristen, 500-as, hát az összes ilyen csoportban, meg minden videóban ilyen 300-asokat látok, de hát azok kisebb lányok, én meg azért tényleg széles vagyok, tehát széles a vállam, meg a hátam, és ahhoz, hogy itt látszódjon, hogy van valami cici, ahhoz ez a nagy implant kellett, úgyhogy, de tök jó, nem? Júj, de jó! Na! Mai nap már nekiállok videót szerkeszteni, tegnap megpróbáltam, de tegnap úgy nem még nagyon fáradt voltam, meg lehet majd délután egy kicsit kimegyek anyával sétálni, de nem biztos, mert most még attól egy kicsit fosok, hogy milyen lehet kimenni. Tudjátok, ez úgy kell rá vigyázni, meg most mi van, ha beleszalad valaki, vagy nem is tudom ezt elképzelni. Amúgy egyébként nem szoktak beleszaladni, mert... Amúgy nem szoktak, de Murphy törvénye, anya, hát... Mint ahogy megbetegedtem műtét előtt, értitek? Na mindegy, megpróbáltam így mindent elmesélni ebben a videóban, meg még fogok is még tovább vlogolni, mert ez egy hosszú videó lesz, nem akarok sok több kisebb videót csinálni, de még majd lesz mindenképpen egy ilyen follow-up Q&A, tudjátok, mit tudom én, 3 hét múlva, vagy 6 hét múlva, vagy ilyesmi. Úgyhogy ha bármi eszetekbe jut akár a videó közben, akkor mindenképpen írjátok meg a kommentben, vagy írjatok e-mailt, és akkor majd berakom abba a kis kérdezfelelek videóba. Na de ilyen a negyedik nap, marha jól érzem magam, hát itt szurkál, de beveszem a kis kataflámont, és akkor úgy nem vészes egyáltalán. Meg hát, ha pihengetek, akkor tök jó, egyébként a hátam fáj, az sokkal jobban fáj, mint a cickó, úgyhogy, ja, igaz anya? Anya meg egy tündérke így segít nekem mindenben, annyira cuki, csinál kaját, kimos, kiszed az ágyból, meg minden, azt mindenképpen javaslom, hogy valaki legyen veletek, legalább az első egy héten, mert nem tudtok semmit csinálni. Tudtok, tudnék én is, ha nagyon akarnék, de nem merem azt kockáztatni, hogy felszakadjon akár a varrat, vagy ilyesmi, vagy az izom rosszul forjon össze, tudjátok, bármi történhet, úgyhogy meg fáj, tehát fájna fölülni, én nem akarok ezzel szórakozni, mindenképpen ajánlom, hogy veletek is legyen valaki legalább egy hétig, hogyha ilyen műtétet csináltattok, vagy akármilyen. Micsoda? Fontos, hogy a maszk alatt kirúzsozzam magamat, mert a maszk alatt nem látja senki, de jól nézem magamat. Na most megpróbálok felvenni egy pólót. Mit szóltok? Megpróbáljam egyedül, vagy segítsen az anya? Megpróbálom egyedül, ez ilyen óriás póló. Ugye nem nyúlhatok 90 fok fölé, úgyhogy ezt így ülve próbáljuk. Segítség. Oké. Okay. Ügyes vagy, Mónika. Lehúzod? Egyedül nem tudom. Fáj. Na ebből ki nem szállok most 2 napig. Megmutatom nektek a
fekhely szituációmat. Itt van ez a csodás szoba. Na, eddig itt aludtam az ágyon, de olyan puha ez a matrac, és annyira kényelmetlen, hogy már egyszerűen folyamatosan csúszok le, és nagyon idegesítő. Úgyhogy ma reggel anya átköltöztetett oda erre a kis kemény kanapéra, ez tök jó. Viszont itt meg feldén feküdtem, és ezért nyomódott a bal felem egyfolytával. Úgyhogy, igen, nem tudom, ki kell majd valamit találni, de sajnos ez a párna 3000 forintért nem sok minden szart ért igazából. Ez majd akkor lesz jó, hogyha már mindegy, hogy hogy fekszek, csak háton kell feküdni, mert akkor talán így bele tudom szorítani magam, és akkor nem gurulok el, de most még, hogy tényleg kicsit magasabban kell feküdni, nem jó. Jó, oda van rakva 5 darab párna, aztán ennyi. Szedem a gyógyszereket még, augmentint kell szedni. Nem, izomlazítót szedek, meg egyszer-kétszer kataflámot, meg mérem a lázamat reggel, délben, este, és küldöm az asszisztensnek, úgyhogy ennyi. Most anya elmegy a Lidlibe, én meg addig itthon egyedül szenvedek, és szomorkodok, hogy milyen magányos vagyok. Uff, na, csá. Ma vasárnap van, felöltöttem magamra ezt a csodálatos inget. Nagyon szuper. A hátam már teljesen be van állva a sok fekvéstől, meg üléstől, meg attól, hogy nem tudom kiegyenesíteni, mert ugye húzódik a mellizom tőle, meg a seb is, úgyhogy nem is szabad kiegyenesíteni. Meg a vállat nem lehet ugye nagyon mozgatni, úgyhogy azért is fáj a hátam. De nem baj, mindent cél érdekében, a hajam már nem akarok arról se beszélni. Mindegy, most fürödtünk, most éppen, képzétek el, állok neki vacsorát készíteni, mert most úgy van kedvem már valamit csinálni, igazából már eluntam az életemet. Ma videót szerkesztettem egész nap, meg úgy az utóbbi pár napban egész nap tényleg csak a gép előtt, meg a telefon előtt ültem, úgyhogy már szemem az nagyon fáj, ma olvasni fogok végre. Eddig nem nagyon volt kedvem, de elhoztam magammal a kis könyvemet, azt fogom olvasgatni. Aztán csinálok vacsit, méghozzá egy kis avokádóval fogok megkenni egy tortilla lapot, meg teszek bele egy kis salátát, meg majonéz. Aztán ennyi, anya volt a Starbucksban tegnap, kaptam tőle nagyon szuper gingerbread lattét, imádom, az a kedvencem. Ma már nem nagyon fájdogált igazából, a bal oldalam sem. Most hát tényleg inkább a hátam veszi el ezt az egész fájdalomérzetet, a cici az nem, úgyhogy tök jó. Már nem is szedtem be ma napközben fájdalomcsillapítót, reggel vettem be az utolsót, nincs is rá igazából nagyon szükségem, ha van is, akkor inkább a hátam miatt, hogy ne érezzem ezt a folyamatos izomfájdalmat itt mindenhol, mert hát nézzétek meg, így állok. Teljesen pupos vagyok, hát a vállam az abszolút előrefele áll, és hát én ugye nem ehhez vagyok hozzászokva, úgyhogy ettől nagyon fáj a derekam. De nem baj, már csak pár nap tényleg. Csütörtökön lesz a kontroll, addig már nem tudom, hogy van-e értelme nagyon videózni, de így telnek a mindennapok, én nem nagyon mászkálok, mert nem merek, megmondom őszintén, nem akarom, hogy bármi baja is történjen a sebnek, vagy a cicinek, vagy az izomnak, vagy akármi, hogy én semmit nem bízok a véletlenre, meg egyébként megpróbáltam felvenni a kabátomat csak úgy kíváncsiságból, és nagyon nehéz. Úgyhogy ki sem mozdulok a lakásból, nyilván szellőztetünk, tehát azért van egy kis levegő, értitek, de úgy nem megyek ki a levegőre, mert hideg van ott kint, meg tényleg nem akarom, hogy megerőltessem, vagy akármi történjen ezekkel a cicikkel, de amúgy most már egyre szebbek. Most annyi a bajom, hogy már ugye kenem a hónom alját ilyen izzadásgátlóval, viszont nagyon kipirosodott tőle, mert ugye egyfolytában egész nap így van a kezed, és akkor olyan nem jó érzés, úgyhogy ezért most felvettem ezt a kis inget, de van. Itt van az 5 napos állapot, most már abszolút lelohadt itt ez a rész is, már nincsen teljesen megduzzadva, ugye, hát tegnap nem így nézett ki, meg tegnap előtt sem. Most már egyre kevésbé van ez a tölcsér hatása a cicimnek, nagyon örülök neki, nem tudom ennél jobban megmutatni, várjatok. Most már tényleg látszik, hogy elkezdett egy kicsit lemenni ez a duzzanat, itt is már sokkal szebb, jaj, nagyon-nagyon tetszik. Eddig nagyon elégedett vagyok, tényleg most már arra vagyok kíváncsi, hogy megnézhessem őket már így a cici tartó nélkül, és ugye csütörtökön le fogják rólam végre venni ezt a melltartót, legalábbis addig, amíg Doki megnézi, meg lecserél a kötést, meg lefotózza, meg én is lefotózom majd magamnak, és már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a változás, mert megkértem őket, hogy amikor ugye kivették a dréncsövet, még a klinikán csütörtökön mielőtt eljöttem, hogy csinálnak egy képet nekem, és hát az nagyon durva látvány volt. Én nem tudom, hogy emberek miért ijednek meg ettől, mikor mindenki
tisztában van vele, hogy fog kinézni az elején, hogy tényleg abszolút fel van dagadva, és nem így fog kinézni majd a végleges állapot. Tehát én nem voltam ettől megijedve, de tényleg meglepő volt egy kicsit úgy látni magamat, ugye, mert adtak a kezembe egy kis tükröt, egyébként tök cukik voltak. Meg hát ahogy nézegettem a fotót, fú, nagyon, nagyon durva hatása volt. De ahhoz képest szerintem egy hét után már sokkal-sokkal szebb lesz. Úgyhogy nagyon várom, hogy láthassam. Ezt a melltartót egyébként egyáltalán nem lehet levenni, és én nem is csalok, tehát én tényleg nem veszem le, én nem mernék ilyet csinálni itthon egyedül. Úgyhogy ez folyamatosan rajtam van, elég kellemetlen, mert tényleg feszít itt is, a hátamat is húzza előre, úgyhogy annyira nem jó érzés, de nem baj. De mindegy, gondoltam bejelentkezek, tök jól érzem magam, anya nagyon sokat segít nekem, de egyébként most már le tudok ülni, fotelba hátra tudok dőlni, onnan fel is tudok egyedül állni, úgyhogy tök jó. És ennyi az update. Sziasztok, ide nézzetek! Ma hétfő van, és úgy döntöttem, hogy elmegyek az anyával egyet a Mamutba, de csak egy nagyon kicsit sétálgatni, mert a Mamut az itt van tőlünk egy lépésre, úgyhogy jól beöltöztem, rajtam van a MyProtein-es piros gatyám, mert az meleg, felvettem anyának a sálát. Ja, meg ezt figyeljétek, mi van rajtam. Fel tudtam venni egy ilyen felsőt, hehe. Vagyis nem én tudtam felvenni, anya rám erőltette így óvatosan, de már meg akartam nézni, hogy milyen. Hát nyilván nem ilyen, ez nem ez a végleges kinézete még mindig, de nagyon jó lesz. Aztán most beöltözök, az én kabátom az sajnos nagyon nagy és nehéz, úgyhogy abban nem merek elmenni, viszont anyának van itt egy ilyen puffer jackie, ami tökéletes. Úgyhogy azt most ráveszem, és járunk egyet. Egyébként nyilván a purpose az nem csak annyi, hogy járjak egyet, hanem vettem egy kamerát a MediaMarktban, amiért most el fogok menni. Egy Canon M50 kamerát, úgyhogy csak azért, mert nagyon le van árazva, és már jobb kvalitit akarok nektek. Ez a kamera is egy nagyon-nagyon szuper. Ez a kamera is egy nagyon-nagyon szuper kamera, ez a G7X Mark II egyébként. De egy kicsit szélesebb vásznot akarok, wide-up angle-t. Úgyhogy most elmegyünk érte. Nem lesz annyira nagy különbség, csak annyi, hogy mondom, hogy kicsit több minden fog látszani, mert utálom, hogyha így fogom ezt a kamerát, akkor semmi nem látszik, le van vágva az egész fejem, nincs benne semmi a háttérben, tudjátok, úgyhogy megnézzük, hogy milyen lesz az a kamera. Maszk! Aztán zsamó! Hú, de durva gyerekek, nagyon félelmetes így az első kimozdulás, anya már itt vár engem, attól félek, hogy meg fog egy kicsit ijedni, vagy lenyomja, vagy nekem jön valaki, vagy ilyesmi, de nem baj. Megyünk, mert nem lehet itthon poshadni egész nap. Let's go! Hú, gyerekek! Ez nagyon félelmetes. Úgy megyek, mint aki be van szarva konkrétan. Elég merek sétálni. Nagyon vicces, de mindjárt ott vagyunk. Igazából egy perc séta konkrétan. De nem tudom magam kihúzni. Júj! Na, sziasztok! Sikeresen teljesítettük a küldetést, itt van az új kamera. Fú, hát megmondom őszintén, elég kemény volt az első séta. Igazából nem esett rosszul, sőt kifejezetten jól esett, hogy végre kicsit kiszabadultam a lakásból, de mivel annyira feszít meg nyomít minden, észrevettem, hogy menet közben nem tudok akkora nagy levegőket venni, ugye, mert a tüdőm össze van szorítva, úgyhogy kicsit ilyen fárasztó volt tényleg így sétálni, meg főleg azért, mert így mentem, tudjátok, és a hátam eléggé beállt, de nem baj, jó érzés volt, hogy ki tudtam menni, cici, varrat, semmi, egyáltalán nem fájt, úgyhogy tök szuper, és megvan a kamera, úgyhogy unboxingolni fogjuk, amennyire csak tudom. Canon EOS M50-es, és gyerekek, ez a fehér, jaj, de szép, gyerekek! Jaj, de szép, nézzétek! Sziasztok! Uff! Na, katasztrófa közeli állapotok uralkodnak a fejem tetején. A hajam így néz ki. Most már több mint egy hetes. Múlt hét hétfőn mostan meg utoljára, úgyhogy már nagyon undi. Arra ugyatok, szerintem ilyen szarú még soha nem néztem ki a YouTube történelemben, de mindenképpen be akartam jelentkezni, mert ma meg fogjuk mosni a hajamat, még nem tudom hogyan, éppen most próbálom kisilabizálni, hogy hogyan lenne a legjobb, hogy hátradőljek, vagy előre, de sehogy sem jó igazából, mert ha hátradőlök nem fáj, de ha hátradőlök, akkor húzódik a varrat, előre dőlök, akkor meg nagyon sok vér száll ide, és az nagyon kényelmetlen, úgyhogy nem tudom, nem mindegy. Egy hetes update ma van, szerda 11:30 körül, és egy hete ilyenkor én már kint voltam
kiszálltam a műtőből, és már megvoltak a cicik gyerekek, és nagyon szépek. Képzétek el, hogy most volt az első este, hogy azt mondom, hogy úgy relatív kényelmesen tudtam aludni. Nagyon-nagyon nagy tippem nektek ez, hogyha ilyen műtétre adjátok a fejeteket, akkor mindenképpen győződjetek meg arról, hogy kényelmesen le tudtok feküdni valahogy egy ilyen elevated pozícióba. Mert én direkt elképzeltem az agyamban, hogy na majd akkor én ezt gyakorolni fogom a műtét előtt, aztán végülis nem gyakoroltam, mert gondoltam, inkább kihasználom az alkalmat, hogy utoljára tudok hason nagyon kényelmesen feküdni egész hosszú ideig. Viszont kellett volna, mert ugye én egyébként is derékfájós vagyok, csípőfájós vagyok, hátfájós vagyok, mindenem fáj mindig, főleg, hogyha kényelmetlen ágyon alszom, és itt az ágy nagyon puha. Nagyon kényelmetlen, a párnák nagyon puhák, nagyon kényelmetlenek, és végig így aludtam, gyerekek, tehát gondoljatok bele, hogy ez a rész itt mennyire fáj. Előre voltak dőlve a vállaim, attól gyulladt be, nem gyulladt be, de attól megkeményedett folyamatosan a mellizmom, és nagyon-nagyon diszkomfortos érzés volt, és azt mondta az asszisztens, hogy legalább az első hetes kontrollig ne feküdjek egyáltalán vízszintesen. Hát tegnap már vízszint közelihez feküdtem, mert egyszerűen nem bírtam máshogy elaludni. Tegnap előtt hajnali 4-ig fönn voltam, nem tudtam sehogy elaludni. Az ágyból a fotelből a kanapéról vissza az ágyba, szóval össze-vissza próbáltam magam próbáltam elhelyezkedni, de nem sikerült. Már nagyon-nagyon kellemetlen érzés volt, de képzeljétek el, hogy a cicieim egyáltalán nem fájnak, lekopogom. Én már 2 napja nem szedek egyáltalán fájdalomcsillapítót, tegnap még beszedtem egy fél izomlazítót, és egyébként fájdalomcsillapítót is csak azért szedtem, hogy ne nagyon érezzem, hogy itt mindenem be van állva, tudjátok, mert igazából az a legrosszabb érzés, hogy az egész hátad be van állva, mert nem tudom kihúzni magam. Na de nagyon szépen alakulnak, megmutatom nektek az egyhetes update-et. Itt van. Nagyon szépen leapadtak már, egyébként még mindig persze nyilván nagyon kemények. Ez még a következő 3-6 hétben egyre puhább lesz. Aztán hát ugye a végleges formáját azt nagyjából egy ilyen fél év, egy éven belül fogja elérni, de már most is nagyon-nagyon tetszik. Pontosan olyan, amilyet elképzeltem, legalábbis így ebben a leszorítós melltartóban, mert nagyon kíváncsi vagyok. Holnap lesz az egyhetes kontroll, mehetek szépen 8-45-re a dokihoz, és végre le fogják rólam venni ezt a melltartót. Nem akartam levenni, mert bízom a dokimban és abban, amit mond, úgyhogy nekem az szent és sértetetlen. Szóval így állunk most egy hét után, és nézzétek, így néz ki hátul, tehát nagyon, nagyon bevág ugye, mert ez kompressziós melltartó, tehát ez szoros. De most már egyébként egész jól ki tudok egyenesedni ahhoz képest. Úgy érzem, hogy nagyon jól gyógyulnak a kis sebek alul, hát majd holnap kiderül, de ja, nagyon, nagyon örülök ennek a progressznek, és hát igen, így fognak kinézni, tök jó lesz. Az előző videóban is mondtam, hogy egyáltalán nem akartam óriás ciciket, meg nem akartam semmilyen műhatást, hanem csak azt szerettem volna, hogy legyen cici, mert nekem soha nem volt, és most van, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve eddig ezzel az eredménnyel, remélem, hogy továbbra is ilyen szuper lesz a recovery, és hogy a végeredménnyel is elégedett leszek, és büszke leszek rá. Most ugye még december közepe van, úgyhogy posztolgatom az előre felvett videókat, meg instasztorikat az interneten, és még nem osztottam meg veletek semmit. Pontosan azért, mert meg akarom várni a januárt, hogy én láthassam, hogy milyen lett a végeredmény, mielőtt bármit is posztolok róla, ugye, és addigra már úgy érzem, hogy magabiztosabb leszek egy kicsit, hogy kitegyem ezt a videót, mert hát azért nyilván mondtam, hogy nem nagyon érdekelnek a negatív vélemények ezzel kapcsolatban. Mindenkinek más és más a véleménye a plasztikai műtétekkel kapcsolatban, nekem ez, és én nagyon örülök, hogy megcsináltattam, de nyilván továbbra sem szeretném idézőjelben promotálni és titeket encourage, bátorítani arra, hogy végezzétek el ezt a beavatkozást, vagy bármilyen másik beavatkozást, viszont hogyha valóban ti ezt szeretnétek, akkor itt van tessék egy tapasztalat videó, hogy hogyan is néznek ki az első napok. Hát én nagyon szerencsés vagyok azokhoz képest, akiket olvastam az interneten, meg amennyi videót láttam, hát az emberek a halálukon voltak még mindig egy hét után, úgyhogy nagyon örülök neki. Na de ennyi, most elmegyünk hajat mosni. Na, úristen! Szóval itt van a setup, fölpolcolom magamat, hogy minél jobban hátra tudjak dőlni, ezt a széket oda beállítjuk, anya meg beáll oda, és onnan fogja mosni a hajamat. Let's see, gyerekek! De szar a hajam, Jézusom! Hát hanyat nem? Jó, de nem lesz tökéletes hajmosás. Na, sikeres volt a hajmosás. Jó, tiszta vagyok, végre tiszta a hajam. Megint szedbe vagyok, szedbe vágtam magam, gyerekek. Most szépen átöltözök, és átugrunk a mamutba,
elevit kérek a Mamutba egyet anyával, mert akarok inni egy jó kis gingerbread lattét. Nem kell a Mamutig elmenni, itt van közel. Át evic kélünk a Starbucksba, mert akarok inni egy gingerbread lattét, úgyhogy felöltözök, aztán ez a mai program, most már csak a holnapi napot fogom nektek ebben a videóban megmutatni, akkor jön majd ugye az egyhetes kontroll, úgyhogy holnap találkozunk. Na, sziasztok! Olyan rossz érzés, hogy nem tudok segíteni anyának pakolni, de most értünk haza az első hetes kontrollról, meg volt a kontroll, megnézte a doki, és azt mondta, hogy csodálatos, nagyon ügyesen vigyáztam rá, úgyhogy még két hétig nem szabad semmit csinálnom, mert én már nagyon vagány vagyok, tehát már egyedül veszem fel, meg le a kabátot, meg a cipőt, meg ilyenek, de rám szóltak, hogy ezt még nem szabad, úgyhogy mindenképpen ki kell még használnom anyának a segítségét a következő két hétben, és akkor utána majd lehet kicsit többet vagánykodni, de egyébként marha jól érzem magam. Most lesétáltunk a klinikára, az egy ilyen, hát, alapból 9 perces séta, most volt egy 15 biztos az emelkedő miatt, de semmi extra, tök jól viseltem, igaz anya, meg visszafele is tök jó volt, és kézzétek el, hogy végre láthattam őket melltartó nélkül, és nagyon-nagyon jól néznek ki. Tök érdekes, mert így olyan picinek tűnik, de ha leveszem, akkor látszik, hogy ez azért van, mert még mindig ilyen kis hosszúkás, tehát, hogy ez a rész itt, ez sokkal lejjebb fog menni, és jobban ki fog így töltődni, úgyhogy nagyon-nagyon pöpec lesz, nagyon szép lesz. Így néz ki a műtét utáni 8. napon most a cickó. Nagyon szépen alakulnak, hát az első naphoz képest ez már marha sokat ment lejjebb, meg puhult is egy picit, hát még nyilván még nagyon kemények, tehát látszik, ahogy nyomkodom, hogy ez nagyon kemény, de azt mondta a doki, hogy egy 3 hét múlva már így meg lehet jól tapogatni, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Most viszont lezárom szépen ezt a videót. Biztos, hogy nagyon hosszú lett, mert direkt egy vlogot akartam erről csinálni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy azért meg tudtam nektek mutatni, hogy mégis hogyan néz ki egy ilyen műtét, hogyan néz ki az erre történő felkészülés, illetve az utána lévő napok. Most pont amikor vártunk a sorunkra, a kontrollra, akkor ott volt egy lány, aki készült a műtétre és nagyon izgult, úgyhogy én nagyon örültem volna, hogyha több magyar nyelvű videót találok az interneten, amikor erre készültem. Remélem, hogy velem együtt örültök, mert én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztam, és még boldogabb leszek, hogyha már tényleg be fog állni, úgyhogy számomra ez egy abszolút pozitív élmény, és egy nagyon érdekes tapasztalat. Igazából én nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogom viselni a műtétet, meg az utána lévő lábadozó időszakot, de mondom, szuperül érzem magam, egyedül a hátam fáj, nagyon szupi. Most ez, amit minden nap toltam, nem pont ez, de gyömbérsátot toltam meg, meg rengeteg vitamint szedek, antibiotikumot azt 5 napig kellett szednem, illetve emellett izomlazítót meg katafflámdolót kaptam, de katafflámot is a 4-5. Napig szedtem, az 5. napon aztán már csak egyet vettem be, úgyhogy nekem ez nagyon jó volt. Annyi, hogy amit mindenképpen vegyetek előre, az egy jó, kényelmes, ilyen terhes párna, de ne az olcsót vegyétek, ahogy én tettem, hanem valami drágábbat, ami egy kicsit vastagabb, mert ez nagyon puha, de nekem az mindenképpen sokat fog segíteni, mert most már érzem, hogy egyre kényelmesebben tudok feküdni, egyre laposabban, és attól félek, hogy nehogy elkezdjek elfordulni ugye hasra vagy oldalra, mert 3 hétig nem szabad egyáltalán, 3 hónapig nem szabad, úgyhogy erre nagyon jó a terhes párna, mert azt így megkötöd a hasadon, és itt fog két oldalról, úgyhogy nem tudsz átfordulni. Aztán igazából ennyi, hogyha van bármilyen kérdésetek, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, vagy akár e-mailben, vagy Instán DM-ben, és mindenképpen válaszolni fogok, vagy pedig tényleg majd csinálni fogok egy ilyen kérdezfelelek videót, attól függ, hogy mennyi mindenről tudok majd beszélni, meg mennyi mindent lesz majd megmutatni, de ugye tehát a 3. hét után már nekem nem kell hordani ezt a melltartót, minden orvos máshogy csinálja, de nekem ezt mondták, nekem majd sima sportmelltartót kell utána hordani, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek már. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, találkozunk a következő vlogban. Sziasztok!